2021-ben az elhunytak egynegyede volt koronavírus járvány ellen beoltva. Ez derült ki a legutóbbi adatigénylésünkből, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központnak nyújtottunk be. Ebben az adatigénylésben arra voltunk kíváncsiak, hogy az elhunytak hány oltást és milyen típusú oltást kaptak. Az NNK ugyan odaadta az adatok egy részét, de az nem derült ki a legutóbbi adatokból, hogy milyen típusú oltóanyaggal oltották be az elhunytakat. Megkaptuk viszont az adatokat település szintű bontásban, és ebből az derül ki, hogy a megyeszékhelyek közül Zalaegerszegben volt a legnagyobb az átoltott elhunytaknak az aránya. 33%-a kapott valamikor az elmúlt egy évben oltást. Ezen kívül az is benne van az adatokban, hogy egyszer, kétszer vagy háromszor volt beoltva az elhunyt, és ebből az derül ki, hogy a kétszer oltott elhunytaknak volt a legmagasabb az aránya. 2021. augusztusában a harmadik oltásra is elindult az oltási akció, és az elhunytak közül is voltak olyanok, akik már három oltást is kaptak, 698 ilyen főről tudunk, legalábbis az adatbázis alapján. Azért, hogy kiderüljön, hogy milyen oltóanyagot kaptak ezek az elhunytak, újabb adatigényléssel fordultunk az NNK-hoz, remélhetőleg pár héten belül válaszolni fognak erre az igényünkre is. Ha érdekel a cikk, akkor az alábbi linken elolvashatod.